Gyújtópont. A hírek mindig nálunk kezdődnek. Hétfőtől péntekig délután 4 órától 6 óráig. Megyünk is továbbra is a Gyújtópont, és egy nagyon-nagyon fontos témával fogunk foglalkozni méghozzá egy kicsit más megközelítésből. Mindjárt el is mondom, hogy miről van szó. Itt van velünk Deák István György, Petőhenye polgármestere, Petőhenye Zala megyében található, és nemrég a képviselőtestület úgy döntött, hogy ő a falu kifizetné Karácsony Gergely főpolgármester jogosítványszerzési projektjét. Na, hogy miért? Ezt fogjuk megkérdezni a polgármester úrtól, aki itt van velünk. Jó napot kívánok, polgármester úr! Szóval honnan jött ez az ötlet, hogy megfinanszírozzák Karácsony Gergely jogosítványát? Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Hát, ugye, amit már többen megkérdezték, ezt az egyszerű, számukra egyszerű gondolatot, teljesen politikamentesen és mindenféle különböző ilyen baloldal és jobboldal közti harcokat félretéve, mi rettentő egyszerűen akartuk megoldani ezt a tulajdonképpeni budapesti dilemmát és ilyen budapesti kérdés meg összetűzéseket, amit azért találtunk rettentő egyszerűnek, mert azt mondtuk, hogy hát itt tulajdonképpen egy fiatal emberről van szó, és az Inhof kollégám is, akinek van ez az autós iskolája, ugye azt mondta, egy fiatal embert, ő neki nem okoz gondot itt a legösszegen megtanítani autót vezetni. Teljesen mindegy, hogy milyen rossz emlékei voltak egy budapesti előző próbálkozásával kapcsolatban, ahol ezt az újságok leírták. Mert egy másik budapesti embert is megpróbálják tanítani. Félreérti, az újságok ugye azt írták, hogy Karácsony Gergely ugye Budapesten már próbált autóvezetési jogosítványt szerezni. Na most mivel ugye ott nem sikerült neki, ugye budapesti városi közlekedés egy tanulónak az többszörösen nagyobb kívás, mint egy vidéki város. Tehát egész mások a forgalmi viszonyok. Nyilvánvaló egy fővárosban, egész más a forgalmi viszony egy Zala megyében, meg egész más egy Alföldön például. Tehát azért egy dimbes dombos, most nem akarom azt mondani, egy olaszországi városba megtanulni vezetni, ahol ugye még egy gyakorlott vezetőnek is föl kell menni a szerpentineken, meg álljon meg induljon-e. Ez biztos, hogy egész más, mint aki egy Alföldön tanul meg vezetni. Jó, hát később, amikor ilyen helyre elmegy, akkor utána nehéz lesz neki, de akkor már gyakorlott vezetőként megoldja. Tetszik érteni. Értem. Na most ugye így. Dombos. Így. Még egyszer nem értettem pontosan. Zala megy elég dimbes dombos, tehát azért... Hát igen, de hát Zalaegerszegen azért nincsen mondjuk olyan meredek utcák, mint mondjuk a Opatiában a tengerparton. Az igaz, igen. Na hát akkor erre gondoltam. Na most ugye az a helyzet, hogy ez az egész dolog, mi részünkről azt mondtuk, hogy ez megoldható, és hogyha ugye ez megoldódik, akkor tulajdonképpen polgármester kollégám tulajdonképpen ugyanazt az esküt tette le, mint én itt a kis faluba, ugyanazért az országért. Valójában ugye ő saját maga is ugye volához ül, és saját maga tapasztalja azt a közlekedési helyzetet, ami ugye jelen pillanatban van az utakon, legyen ez a fővárosban, vagy legyen ez bárhol. Attól a pillanatok kezdve ugye önálló döntéseket fog hozni, hát ő lesz a vezető, tetszik érteni. Igen, hogy na most hogy ő mind vezető, hát igen, ő abban a pillanatban önálló döntéseket hoz, és abban a pillanatban kitárulkozik előtte egy egész más világ. Tehát az autóvezetők szemszögéből. Akkor mindjárt azokat, akik mondjuk vagy ezzel keresik a kenyerüket, vagy autót vezetnek, vagy csak hobbi szinten vezetnek, abban a pillanatban ő is tapasztalja azoknak a mindennapos problémáját. Na most attól a pillanattól kezdve ugye ő tulajdonképpen saját szemszögből is látja azokat a problémákat, amik Budapesten vannak, hogy miért jut el az ember 2 óra alatt, meg másfél óra alatt Budapesten A-ból B-be, mondjuk az egyik kórházból a másikba.
Hát ugye vidékiák vagyunk, milyen kés a főváros, ugye, legalábbis mi úgy érezzük, sőt, hogyha felmegyünk Budapestre, akkor támogatjuk is, mert ahányhelyen megállunk, ott mindenhol fizetünk, bárhova bemegyünk, fizetünk, tehát úgy érezzük, hogy mi támogatjuk is a főváros, bármikor fölmegyünk. Akkor járnak egyébként a kezdőhenyeiek Budapestre? Hát hogy ne járnánk, hát ugye sajnos nálunk is vannak nagyon sok súlyos betegek, olyanok is, akik daganatos megbetegedése és egyéb más betegségek küzdenek, és hát nem hobbiból kell fölmennünk Budapestre, tetszik érteni. Abszolút értem. Na most ennál jobb lenne, hogyha kirándulni mennénk föl, de megyünk föl kirándulni is, mert tulajdonképpen magával a gyerekekkel, gyereknap alkalmából, amíg nem volt ez a súlyos járvány, addig mindig szerveztünk kiránduló csoportokat. Na most ugye jelen pillanatban itt elég rövid idő alatt nagyon megromlott a budapesti közlekedés, tehát vagy azért már ilyen pillanatok alatt ennyivel több autó lett, vagy azért már a forgalomszabályozás jó vagy rossz, azt ugye mi nem tudjuk innét vidékről meghatározni, de az a lényeg, hogy 2,5 óra alatt fölénünk Budapestre, ott meg valahova elmegyünk, ott meg megint két-két és fél óra kell, hogy valahová eljussunk, mert hát lépésbe megyünk, vagy még annyira sem. Tehát nagyon-nagyon... Na most ugye akkor azt mondják, hogy hú, azért már van a reggeli 6-os csúcsforgalom, aztán van a 7-es csúcsforgalom, aztán van a 8-as csúcsforgalom. Tehát ugye amikor általában az ember vidékről megy fel, akkor azt mondják, hogy 10 óra körülbelül oda fölér, addig, hát igen, 10 órára fölérek, és akkor az ember rájön arra, hogy hát nem is olyan egyszerű fölérni 10 órára, hogyha az ember azt számolja, hogy hú, hát 2,5 órát fönn vagyok Pesten, meg rászámolok egy órát, aztán már mindjárt nem is ér föl 10 órára. Tehát innét most már lassan úgy vagyunk. Hogy a Karácsony Gergely főpolgármester egyébként rosszabb lett a helyzet? Hát nézen ide ezeket a dolgokat, pontosan ezért gondoltuk mi, és ezért itt ne beszél senki se félre, tehát mi úgy érezzük, hogy egy város a vezetése az nem úgy van, mint nálunk egy kis településnek, hogy van a polgármester, és akkor a polgármester tulajdonképpen ide jönnek a polgármesterre az azért, hogy elnézés polgármester úr, tűz van a szomszédban. Elnézés polgármester úr, éppen a szomszéd agyonverte a feleségét. Tehát itt az ég adta földön minden a polgármesterre csatolik. Egy városban, egy fővárosban, egy megyei székelyeken, ott megvan egy aparát, megvannak mindennek az ilyen ügyintéző, a szociális ügyintéző, a műszaki ügyintéző, az ilyen, az olyan, az amolyan, ott vannak mérnök emberek, ott vannak mindenféle olyan szakember, akinek az lenne a feladat, hogy ezeket a dolgokat folyamatosan szemléli, és ezeket a dolgokat folyamatosan javítja. Na most az, hogy a polgármester úrnak vannak elképzelései, hogy ő szeretné azt, hogy teret adjunk a bicikliseknek, teret adjunk a gyalogosoknak, ahhoz nyilvánvaló oda kell menni hozzá egy műszaki embernek, és akkor a műszaki ember azt mondja, hogy a polgármester úr ezt így tudjuk megoldani, mert hát ennek ez a dolga. Na most, vagy így nem tudjuk megoldani. Én mi legalábbis itt ugye hozzá nem értők, így képzeljük el itt vidéken, aztán bizonyára, hogy mi ugye ez eléggé buták vagyunk, de hát így képzeljük el. Na most, de valójában valami nem stimmel ott mégse, és gondoltuk azt, hogy vagy becsapják a főpolgármester urat a műszaki szakértői, vagy valaki kész akarva csapja be azért, hogy viccet csináljon az egész budapesti közlekedésből, és ezért valójában úgy érezzük, hogy ha a főpolgármester úr tulajdonképpen ezt a rettentő egyszerű problémát ugye megsegítjük oldani, így csatlakozott hozzánk az Alfa Autós Iskola is Zalaegerszegen, akkor tulajdonképpen a főpolgármester úr magyarul mondva beül az autójába, bemegy a központba, és utána oda kéri a műszaki szakértőt, azt mondja neki, te figyelj ide, szerinted minden rendben van. Abban a pillanatban, tetszik érteni? Tehát mi nekünk ez az elképzelésünk. Mert ugye egész más motorra közlekedni, mert ugye a motoros az megy a kocsik között, az se érdekli, hogyha visszapillantókat letűrei, megy erre, megy arra, az ember ugye majdnem a frász kiüti, hogy mit csinálnak a motorosok, biciklisek ugye az autók között. Először is arra kell vigyázni, hogy tehát már magyarul mondva egy vidéki ember fél abba a közlekedésbe. Tetszik érteni? Tehát én megértem azt, hogy szükségesen, ha ezt tehát ugye ő saját maga tapasztalja, én és a minekünk a testületi tagjaink, akik sajnos, amely testületi tagjaink között is volt, aki súlyos betegségbe szenvedett, sőt, most sajnos megint van, aki egy nagyon-nagyon súlyos életi problémákkal szenved, az is lehet, hogy csak fővárosba
tudják majd gyógykezelni térdével, majdnem rá se tud állni szegény a lábára. Na most az a helyzet, hogy igénybe kell vennünk nekünk is, vidékieknek, elnézést kérünk a budapestiektől az útjaikat, és ugye milyen egyszerűen akartuk ezt az egész dolgot megoldani, mindenféle politika mentesen. A levelükből, hogy a képviselőtestület tulajdonképpen tárgyalt arról, hogy vállalják, hogy pályázati maradványpénzből... Így van, ugye sajnos hogy félre ne értsék, ugye sokan ugye rögtön ugye támadásba is mentek át, ugye azóta eltelt egy bizonyos idő, ugye mindjárt azt mondták, hogy hú, költenék erre, költenék arra, költenék amarra, ugye vidéken is megvannak a különböző utaknak a gazdái, tehát a vidéken is vannak önkormányzati utak, vannak állami kezelésben lévő utak, vannak magánutak, vannak szorgalmi utak, tehát a közember, aki ugye jár az utakon, az egyik se tudja tulajdonképpen, hogy maga az út milyen kezelésben van. Tehát még javasolnám is, hogyha esetleg az utakra ki lennének írva az, hogy mit tudom én, XY önkormányzat kezelésében lévő út, vagy állam kezelésében, akkor nagyon sok esetben sok felesleges mérgelődést megúsznának az egyik vagy a másik fél, amikor ugye az emberek beírnak, hogy hú, hát csinálhatosan meg az utat, inkább Bobo foglalkozzon, ugye, hát, de fogalma sincs, hogy az út tulajdonképpen kinek a tulajdonában van, az ugyanúgy különböző emberek tulajdonában van, mint maguk az ingatlanok. De akkor az önök kormányzati utak azok rendben vannak? Hát nézze ide, az a helyzet, hogy azon a szinten, amely szinten egy Petőhenye 460 lelkes falu rendelkezik anyagiakkal, azon a szinten rendben van. Tetszik érteni. Jó hallani. Tehát azon a szinten az önkormányzati útjaink rendben vannak. De, hogyha ugye az vesszük, hogy összességében nézzük az utakat, hogy mit lehetne rákölteni, akkor tulajdonképpen országos szinten a közutakra, mellékutakra a világpénze nem lenne elég, hogyha az ember rá akarja költeni, vagy pedig fel akarná fejleszteni mondjuk arra a szintre, ami mondjuk egy Ausztriában van. Hát, ugye ott egész más. A hegyvízelvezetés és a csatornázás lehetett téma, nem? Hát nézze ide, hála Isten, annak idején, amikor erre voltak sok támogatás, ugye a falunk közközműves csatorna, vízvezeték, kábel tévé, tehát ami Budapesten van, az nálunk is van. Na, ezt jó hallani. Amikor a képviselőtestület tárgyalt arról, hogy akkor a főpolgármesternek a jogosítványát hát mégiscsak meg kéne támogatni, akkor volt vita egyébként a testületi ülésen, vagy ezt a képviselők elfogadták, és mondták, hogy persze csináljuk, hát ez a miért? Hát nézzen ide, attól függetlenül, hogy itt is a képviselőtestületben vannak különböző szimpatizánsú emberek, ilyen kis településeken ugye 5 képviselő testületi tagba nem szoktunk tulajdonképpen ilyen vérig menő vitákat, sőt soha nem szoktunk olyan dolgokat elkövetni, hogy egyik képviselő testületi tag a másik képviselő testületi taggal szemben tulajdonképpen különböző atrocitásokat végez. Ilyen nálunk nincsen, tehát kis településeken, hála Isten, mindig megvan egy egészséges konszenzus. Tehát nincsenek ilyen véremenő harcok, mi közel egymás mellett élünk, ugye az egész falu, és mindenki a faluba ismeri egymást, mindenki ismeri a családját, rokonait, barátait, és itt nem úgy vannak, hogy a 10 emeletes házba, ugye, hogy az egyik emelet már idegen a másik emeletnek. Tehát itt tulajdonképpen mindenki ismer mindenkit. És ez miatt nincs is ilyen politikai csatározások. Tehát amikor mi ezt felvetettük, hogy ezt az egyszerű dolgot oldjuk meg, akkor ugye két dolgot képzeltünk el, hogy ó, hát ezt megköszöni, de úgyse fog belemenni, miért? Lehet, hogy belemegy. Tehát ez a két dolog betűlt fel. Nem, hát sajnos nem kaptunk semmilyen választ. Tehát ez a két teória vedődött fel, hogy esetleg büszkeség nem, vagy belemegy, miért nem menne bele, már hát tulajdonképpen mi történne. Na most én mi még most is úgy vagyunk, hogy most miért kell ebből akkora ügyet csinálni? Hát egy jogosítvány megszerzés az nem egy olyan nagy ügy, tehát polgármester kollégám, aki most ugye főpolgármesteri tisztségben van, tulajdonképpen meg is csinálta
a Kresztau folyamot annak idején, de ugye az már véletlenül elévült, ugye újra meg kell csinálni, ugye az nem is fog neki bizonyára semmiféle gondot okozni, és azok után meg itt valójában gyakorlati vezetés megcsinálja. Mert mi azon a gondolkodáson voltunk, hogy ugye itt nálunk is volt olyan képviselő, olyan falubeli, akinek problémát okozott az oktató és a tanuló közti, hogy is mondjam, viszony, és ugye pláne egy fiatal embert, vagy egy fiatal hölgyet, aki esetleg érzékenyebb, azt, hogyha valaki nem úgy viszonyul hozzá, mint oktató, hát azt el lehet keseríteni még az élettől is, nem vagy a vezetéstől. Na most Inhof kollégám, aki valamikor ugye katonaságnál katonatisztként dolgozott, tehát ugye ő rengeteg emberre foglalkozott annak idején, ugye több ezer ember volt a laktanyákban. Ő neki óriási gyakorlata van a fiatal emberekhez, és tényleg egy nagyon jó... Tessék? Hogy érzi egy katonatisztitusú ember, mennyire kompatibilis a főpolgármester úr személyével? Hát én nekem a véleményem szerint én szerintem egy hiteles embernek kell neki lenni. Tehát aki egy hivatalos katonatiszként, most nem tudom pontosan megmondani, már nem akarom véletlenül sem megsérteni, hogy alázredesként, ezredesként szerelt le, nem tudom pontosan, de én nekem a véleményem szerint egy ilyen ember egy hiteles ember. Tehát mi nem is olyan embert hoztunk, aki tegnap előtt, mit tudom én, akárhol dolgozott. Ő egy komoly szakmába volt, emberekkel foglalkozott, az emberekkel bánt, komoly döntéseket kellett hozni egy katonatisztnek. Tehát ő, amikor azt mondta, hogy nyugdíjas éveiben tanfolyamvezető lesz, és ugye gyerekeket oktart, én azt tudom mondani, hogy a mi véleményünk szerint az egyik leghitelesebb ember. És az a helyzet, hogy a mi véleményünk szerint megvan neki egy óriási gyakorlata az emberekhez való viszonyában. Mert ő neki ugye ott több ezer emberre kellett kommunikálni egy katonaságnál. Ez a mostani helyzet rávilágított arra, hogy azért igenis meg kell hallani a vidéki helyi embereknek az ötleteit, kreatív ötleteit. Vannak egyébként a mostani jogosítványszerzéses terven túl egyéb jellegű javaslatok? Hát nézze ide, hogy ne lenne természetes, hát nézze ide, mi is ugye azért vidékről, még hogyha annyira esetleg lenézettek vagyunk, vagy úgy próbáljuk, azért mi is itt gondolkodunk, mi nekünk is azért nagyon sok mindennek kell foglalkozni, hát aki egy állatot tart, bármilyen állatot, már annak nagyon sok mindent kell tudni, hát aki földeket művel, annak még többet kell tudni, tehát manapság már a világ igen elfutott azon a tére, hogy óriási tudásanyagot kell azért vidéken is az embereknek tudni, amit ugye esetlegesen a városba ugye nem is érdekli az embereket. Na most visszatérve, hogy milyen ötleteink vannak, hát ugye vannak nyilvánvaló, kedves kollégájának említettük, hogy a nyáron voltunk hát a Balatonon, mi is ugye oda mentünk, megpróbáltunk valami kis kikapcsolódásra, és hát mondhatom, pontosan Fonyódon voltam, és hát ugye még nem jártam fönt ott a régi kastélyoknál, amik állítólag ugye ott a volt képviselő, vagy most is képviselő az úr, azt mondta, hogy azok voltak ilyen szótüdülők. Na most ugye sajnálatos módon azokat az épületeket ugye állítólag megvette valami külföldi tulajdonos, és hát még elhagyatott állapotban vannak. Na most mondtam, hogy ilyen csodálatos, gyönyörű panoráma, gyönyörű környezet, amit tudom, itt Fonyódról az ember látja az egész Badacsony hegyeket, minden, és mellette pedig ugye nincsen a közterületek lekaszálva, nincsen olyan módon körülbelül tartva, ami egy ilyen kis faluban, mint mi például a miánk, vagy akár a szomszéd falvak, ahol ugye a közmunkások viszonylagosan szép állapotba tartják a közterületeket. Hát is mondja nekem, hogy hát őneki egyetlen egy közmunkása sincsen, mivel hogy ott a Balatonban a szezon, tehát amikor ugye a Fonyódnak a lakossága is, hogyha egy jó szezon lenne, akkor a pár ezeres Fonyódnak a lélekszáma 70 ezerre, egy nagyváros lélekszámára duzzadt föl az idegenforgalom jóvoltából, és ugye nincs, mert elviszi a különböző
szolgáltatók, meg minden az összes munkást, ugye jó pénzért, de ők tudnának 160 ezer forintot fizetni havonta, hogyha lenne közmunkás. Na most erre gondoltam azt, hogy itt nálunk pedig nagyon sok településen sajnos nagyon sok a közmunkás, tetszik érteni. Na most ezeknek a közmunkásoknak vannak családjaik, vannak ugyanúgy hozzátartozóik, és nagyon sokat tudok, aki soha az életben a falujából ki se ment. Tehát ki se mozdult. És akkor ez egy ilyen üdülési közmunka lenne? És én tulajdonképpen azt javasolnám, hogy ha a balatonparti településekre ez egy bizonyos fokon úgy elérni őket a szavam, le tudnánk ülni az itteni településekkel, akár hogyha azt mondanám, amit én már elkezdtem, hogy az alaparti, balatonparti településeknek le kellene ülni együtt teljesen komolyan, ugye egyrészt az Alának a szennyezése, ugye az összes a Balatonba folyik, és ha a balatonparti települések segítik a szemét eltávolításában az alaparti településeket, akiknek ugye töredéke annyi jövedelme sincs, mint egy balatonparti településnek, akkor nyilvánvaló annak a jótékony hatása pontosan a balatonparti településeket fogja érinteni. Ugyanúgy ebben az esetben az alaparti településekről rengeteg közmunkás tudna úgy elmenni, segíteni a nyári időszakba a balatonparti településeket, hogy mondjuk elmegy két hétre, ő azt mondja, hogy kifizetem neked a 160 ezer forintot havonta, ha te ott lesz ő közmunkás, és mit tudom én, reggel 6-tól délután 2-ig végzed a munkát, utána pedig a családoddal csinálsz a Balatonparton, amit akarsz. És ettől a pillanatok kezdve ugye olyan családok, akik soha nem mentek el a Balatonra, se tudják, hogy milyen, valójában ott biztosítanának nekik valami elfogadható szállást, és ettől a pillanatok kezdve megoldódna a családjukba a tulajdonképpeni kikapcsolódás is, és én azt tudom mondani, hogy bizonyára nagyon sokan örülnének neki. Tehát én nem akarok itt sem neveket rádióba mondani, sem pedig lenn különböző problémákat, de én úgy érzem, hogy nagyon sok ember örülne neki, hogyha így módon is el tudna jutni különböző üdülőhelyekre. Tetszik érteni? Abszolút értem, és hát nagyon... És ugyanígy, hogyha a települések... Mi már ezt Petőhenyen megpróbáltuk egyszer ezt a balatonparti, zalaparti leülést. Hála jó Istennek, akkor ugye sikerült is olyan térre, hogy az alapartról nagyon sokan voltak. Körülbelül 60-70 település képviseltette magát. A Balatonpartról voltak kevesen, de itt volt Keszthely képviselője, itt volt Jenesdiás képviselője, és ugye akkor nagyon jónak találták, és nagyon is megértették azt, hogy ugye minden szennyezésnek, minden egyéb olyan dolognak, ami a Balaton élővilágát, Balaton vízminőségét rontja vagy javítja, ugye az tulajdonképpen a kiinduló ponton a Zala első méterénél kezdődik. Tehát, hogyha a Zalát mi vissza tudjuk állítani abba az ökológiai helyzetbe, ami volt mondjuk a háború előtti időkben, amikor ugye itt minden 5-6 kilométeren egy vízimalom volt a maga gyönyörű csodálatos környezetével, akkor tulajdonképpen a Zalába is visszajönnek azok a honos halfajok, amik voltak, és tulajdonképpen a Zalának a vízminősége is kifogástalan, és az fogja táplálni a Balatont. Polgármester úr, sok sikert kívánunk, és köszönjük szépen, hogy itt volt. Hát nagyon szépen köszönöm, és visszatérve a legelső kérdésükhöz, ugyanezzel a jó indulattal ténylegesen szeretettel várjuk, hogyha a kollégánk, és mint ugye ugyanúgy polgármester, ahogyan én, csak hát ő neki nagyobb feladata van, több embernek a munkáját kell neki felügyelni, tényleg szeretettel várjuk azt, hogyha ő ezt elfogadja, miért kell ebből akkora ügyet csinálni? Tehát én szerintem teljesen egyszerűen kell ezt az egészet, nem kell ebből semmiféle ilyen tulajdonképpen viccet csinálni. Nem, hát nézzen ide, én 41 évig mozdonyvezetőként dolgoztam főállásban vasúton, én nekem az alatt a 41 év alatt el kellett fogadnom, hogy minden két évben orvosi vizsgálat, minden évben utasításból vizsga, tehát mi nekünk az egész életünk vizsgából, vizsgából, vizsgából és vizsgából állt. De ezt tudomásul kellett vennünk, hogy
azt megkövetelték tőlünk, azért már mi emberek ezreinek az életéért felelünk, és milliókért, milliárdokért felelünk, amikor ugye tárvonatokat viszünk. Mert ugye egy mozdonyvezető hol ide van vezényelve, hol oda. Ezt tudomásul kell venni. Én úgy érzem azt, hogy aki vállal egy felelős posztot, én is, mint itt polgármester, hát mi nekünk is óriási felelősségünk van ugyanúgy az emberekért, a közlekedésért és a mindennapjainkért. És nagyon köszönöm, hogy ez a gondolatok mentén érteni meg mindenki az egyszerű felajánlásunkat. Reméljük, hogy a mi hallgatóink is így tesznek. Köszönjük szépen!